Az a pogány filcsik. Olyan bolond gyanú van elterjedve csultón, majornokon, bodokon, hogy az öreg filcsik híres bundája csak képzeletbeli. Beszél róla, kérkedik vele, fölteszi, de tulajdonképpen nincs bundája, s talán nem is volt soha. Márpedig volt. A gózoniak, mert a bágyontúról költözött mi hozzánk, nagyon jól emlékeznek rá, kivált az öregebbek. Hosszú, sárga alkotás volt az, széles, fekete báránybőr melynek két végén in natura lóg le a bárányláb körmöstül, bojtnak, s két szép ezüst is tartja össze. A bunda két alsó csücskén egy-egy zöld tulipán kihímezve skófiummal. Távolabb különféle madarak valának láthatók, rendesen vörös színben hátul pedig Miskolc városa számtalan házával és valamennyi templomával, még a kálvinista kakas is ott áll az egyik tornyon. Igazi remek mű ez, melynél nem kímélt sem fáradtságot, sem anyagot a szűcs. De nem is a gózoni múcsik csinálta azt, hanem a leghíresebb szűcs egész Miskolc városában. Még ha félrőfnyit hajt is föl filcsik, gombokra szedve alul, akkor is a földet söpri a világ e kilencedik csodája. Egy szóval ehhez a bundához képest még a muszka császári is csak vattás lajbi. De bármilyen nevezetes ruhadarab is, s akármit büszkélkedett vele Filcsik István, azért az idővas foga előtt mégsem volt respektusa, az csak olyan gorombán bánt azzal is, mintha a notóriusék jurista fiának téli bekecselet volna. A hímzés szintelen, foszladozott, a sárga alapbőr pedig piszkos, zsíros. A molyok is megették a magukét, kivált a bélésben és gallérban okozva botrányos kárt. De Filcsik, mint a szerelmes fér, ki észre nem veszi, felesége arcán a rózsák hogy fogynak, pedig ő maga tépdeli, nem vett tudomást e szomorú átalakulásról. Ő mindig a régi bundát látta az úcskában. S rendes szójárása, fölteszem a bundámat, sohasem veszített kevés jellegéből körömnyit sem. Egy nagy, fényesre csiszolt szögön függött télen nyáron, hogyha a kaptafa mellett ült a gazda, szemben legyen vele, örökké láthassa. No, az igaz, hogy nem valami sokat ült annál a kaptafánál, hiszen azért csúfolták az Isten csizmadiájának, mert tulajdonképpen nem volt más kuncsaftja, csak maga az Úristen. Lusta volt az öreg. Ha néha megvarta is valakinek a kíván csizmát, szinte kegyelemképpen tette azt is. Nemigen háborgatták hát a megrendelések, mert még ezen felül ott is az emberekkel. Mire való a parasznak a csizma? járjanak kentek mezitláb. Mogorva rideg ember volt, nem szeretett az a világon senkit, semmit azon a bundán kívül. Hát, hiszen nem lehet égbe kiáltóbb kegyetlenség, mint amit a saját egyetlen gyermekével tett, a terkával. Pedig mi volt a vétke? Az apja a csoltúi sánta akarta erőltetni, egy ültetni a rezed a virágot a csalánnal. Nem csoda, ha a magát, ha elfacsarodott a szíve, elszédült a feje, félrelépett a lába. Elment, megszökött a fiatal szolgabíróval. Nagy hiba volt, de hát fiatalság, bolondság. Az egész világ követ dobhatott volna rá, csak éppen az apja nem. Azóta még komorabb, vadabb lett az öreg, s mikor egy idő múlva bűnbánó arccal hazajött a terka látogatóba, hogy szüleit kiengesztelje, az öreg filcsik elfordult, nem ismeri a kisasszonyt. Leakasztotta a bundáját a szögről, s úgy elment hazúról, hogy vissza sem jött addig, míg el nem ment a lánya. Azután már nem mert hazajönni soha többé a szegény terka. Mindössze egyszer látta még az apját, mikor a falun keresztül kocsizott a szolgabíróval. Filcsik éppen a patyolat inkhez ballagott, ahogy a kocsiról utána kiáltott, apám, édesapám. Az öreg fölnézett, lekapta nagy alázattal a süvegét, aztán odább ment szónélkül. Bizony, kő van az öreg embernek a szíve helyén. Ahány majornoki ember a szolgabírónál megfordult, az mind nem győzte elbeszélni, hogy milyen jó dolga van Filcsik terkának. Akár ő lenne a nagyságos asszony. Bíz az a lelkem egészen eltanulta az úri módot. Azután micsoda becsülete van azóta a falunak. A majornokiak igazsága bezzeg lenyomja most a többi faluét, meg azután azt is elmondták az öregnek, hogy mit tizen súgva. Látogassa őt meg az ő édesapja, kocsit küldenek érte, sejenvánkosra ültetik, mézes pálinkát ihatik éjjel-nappal. Megbecsülik, megtisztelik, maga az úri szívesen cserél vele parolát, csak jöjjön el minél előbb, mert már a terka nem mer elmenni többé de hát az öreg filcsikkel semmire sem lehetett menni. Pedig ha esze lett volna, nem csak a saját sorsán segíthet, de a nemes helység szerencséjét is megalapíthatta volna örökre. Mert, de köztünk maradjon, ez a majornok a leghitványabb falu az egész környéken. Egyrészt, hogy legszegényebb a népe, de kivált, mert nincs egyetlen kövezett útja, hídja, még csak helységháza sincs. Ami nem is csoda, mert a megyei uraknak még sohasem volt szeretőjük majornokon, minél fogva arra felé építették az országutat, amerre jártak. Ott van, teszem azt a csoltói országút, olyan, mint a palló. A szép Bitru erzsébetnek köszönheti a bágy mellék, míg a karancs alja a deli vér Jánosné tejszínarcát álthatja. Mert hiába olyan a világ egy szép asszony arca szebb formát adhat az egész határnak. No, ennek a majornoknak ugyan nem adott. A megyei vicemérnök, ki mappát csinált a vármegye ábrázatáról, úgy beszélik a környéken, kihagyta belőle. Sőt, a tekintetes megyei karok és rendek 180 váltóforintot ígértek volna a szomszéd Hont vármegyének, ha elvállalja a magáénak. De annak bizony még ráfizetéssel sem kellett, majd bizony ő térje mindaz a csúfsági szidalom, ami majornok után háromlik a nemes vármegyére. Hanem ha Filcsik akarta volna, lett volna majornokon út, mégtán vörös márványból is. Minnyájan boldogok lehetnének most. De visszautasította a szolgabíró úr nemes indulatját, pedig ugyancsak ráfért volna egy kis jólét. Az Isten nagyon vékonyan állt a földi javak dolgában. A múlt hetekben már az ezüst csat is lekivánkozott a bundáról a patyolatinkhez. Ott is van azóta a száli szekrényében. No de nem azért volt az istencsizmadiája, hogy ez a kuncsaftya legnagyobb bajában ne segítse. Egyszer csak jönni kezdtek névtelen levelek a postán, tíz, húsz, ötven forinttal terhelve. Rendesen valami régi, ismeretlen, hirtelen meggazdagodott adósa küldte meg tartozását, nagy hálálkodások és köszönet mellett. Mégiscsak sok becsületes ember van a világon. Egy ideig hitte, hogy ez bizony megeshetett, ha nem is ő de az apjával, ki szintén István volt. Csak az a csodálatos, honnan adta kölcsön apja azt a sok pénzt. És amint gyanúja fölébredt, mindjárt kitalálta a dolog nyitját is egyenként visszaküldte az érkező pénzes leveleket a szolgabírónak. Hogy mer a Filcsik Istvánnak ajándékot küldeni? Tudja-e, hogy az ő nagyanyja a híres Becski famíliából való asszony, s a többi? Nem is jöttek hát pénzes levelek többi ezután, hanem szomorú híreknek akadt elég hozója. A szép Filcsik terka halálosan megbetegedett, és amiben kedvét lelte eddig, megvetette a fényt, a pompát, eltolta magától a drága ételeket és a medicinás üveget, hanem az édesapját kívánta látni. Mégse volt hát olyan rossz lány az a szegény terka. És annyira ment ez a forró kívánsága, hogy végre is maga a szolgabíró volt kénytelen eljönni az öregért. No öreg, most én magát viszem, ha akar, ha nem. Ne tagadja meg beteg lányától! Nekem nincs leányom. Velem jön, punktum. Nem lehet, kérem alásan. Nagyon sürgős dolgom van. Nem lehet. Tegye meg az én kedvemért, szólt a főszolgabíró úr nyájasan. Filcsik sóhajtott, talán ez volt az első sóhajtása, mióta él. Nem jön? Ön megtagadja tehát gyermekét? Igenis, kérem alásan. Ön a társadalom söpredéke. Az bizony nem lehetetlen. Az ilyen magamforma vén csizmadiától kitelik minden. Most már szép szóra, ígéretre fogta a fiatal úr, de bizony minden visszapattant arról a márvány szívről, még a fenyegetés is. Fogasson el, tekintetes uram, veressen láncra, akkor aztán megyek, ha visznek akárhová. Bizony végre is a csizmadia nélkül kellett hazamennie annak a hatalmas úrnak, ki az egész környéknek parancsol. Hanem hát nem azért volt a hajdúja Suska Mihály, hogy kine gondolt volna valami ügyes haditervet út közben. Ösmerem én azt a filcsiket, tekintetes uram. Úgy jönne utánunk, mint a marac a kukoricás szakajtó után, ha... Beszéljen, Kent! Ha ellopatnánk a bundáját. Mert él, hal ezért a bundáért. Nagyon különös ember az. No hát, lopassa elkend, Minél előbb hiszen egyéb sem kellett az öreg kiszolgált obsitosnak, csak hogy ő rábízzák. A revolúció óta úgy sem volt már a kezében ilyen nagy dolog. Bezzeg akkor, de nem mondja el, mert még el sem hinnék. A betegnő nyugtalanul hánykódott ez alatt sejem párnái között, megrezzenve valahányszor zörgést hallott. Fél környékre emelkedett, hallgatózva megsoványodott kezeit fekete, hosszú hajába mélyeztve, mely körül takarta a fehér háló köntösét. Mindennel el van látva, amit szeme szája kíván, s mégis a legszegényebb a világon, mert az egészség hiányzik, s még valami a szeretet. A szerelem éget csak, őt már elégette, a szeretet melegít, s ő sohasem fázott még ilyen nagyon. Semmi sem jó neki, a férfi hangja, kit szeretett, oly kialhatatlan, inkább ne is vírasztana mellette, hagyná magára az ágy kemény, hiába van sejemből, lágy hiába igazgatják minduntalan a cselédek. Milyen más lenne most, ha otthon feküdhetnék a szegényes atyai kunyhó fedele alatt, a búbos kemencénél, a nyitott ablakon, ha hallaná, hogy szólnak vecsernyére a majornoki harangok, s be lenne takarva hidegülő lába az atyai híres bundával. Erről beszélt, erről álmodott az éjjel, s íme reggelre a sors meghallgatta. Amikor fölébredt, a szép piros paplan fölébe oda volt terítve kedves régi ismerőse, a bunda. És azok a rózsák, piros tulipánok, amik a gallériát olyan széppé teszik, terk a halovány arcára másokat vetették. Az utolsó öröm éppen olyan édes, mint valaha régen az első lehetett. Suska Mihály hamar váltotta beszavát, s nagyon jól számított, mikor Filcsik éjjel hazajött a patyolat ingből lakását feltörve, s a bundának hűlt helyét találta. A nagy szög üresen árván volt, megfosztva minden ékességétől, pedig október végét mutatta a kalendárium, a tél küszöbön várakozott. Filcsik kétségbeesve, sötét homlokkal, mélyen szemére húzott kalappal járt kelt a faluban. Nem evett, nem ivott és nem beszélt. Ez a csapás végképp megtörte. Nem mert az emberek szemébe nézni, mert mindenkinek ajkán ott látta lebegni azt a gúnyos kérdést. Hát a kegyelmet híres bundája ugyan hova lett? De a remény nem hagyta el. Érezte, hogy a drága jószág előbb-utóbb megkerül. Nem veszhet el, aki ellopta nem használhatja, az egész vidék tudja, hogy az övé. Nem is csalatkozott, a hír meghozta, hogy a tettesek csak ugyan kézre kerültek, s a bunda most ott van az igaz hivatalban. Négy nap alatt átveheti a tulajdonos ellenkező esetben, elárverezik, mint gazdátlan tárgyat a kórház javára. Nyomban útra kelt a kastélyba. Nem habozott egy percig sem, hiszen csak az igaz jussát megy keresni. A szolgabíró nem tett semmi ellenvetést, beismerte, hogy a bunda itt van, s némán intett filcsiknek, hogy jöjjön utána. Sok fényes, szőnyeges benyílón keresztül vezette a sáros csizmája filcsiket, ki félénken tipeget utána, míg végre egy félig sötét szobába értek. Ott van a bundája, szólt reszkető hangon egy szögletbe mutatva. Vigye el! Az öreg szemek lassanként szokták meg a homályt de azért önkéntelenül is oda talált, ahonnan a halk nyöszörgés hallatszott. A szolgabíró odalépett, s széthúzta az ágyfüggönyöket. Filcsik hátra tántorodott, ott feküdt terk a haloványon, mint a letört liliom, hosszú fekete szempillái lecsukva, lábai a híres tulipános bundával letakarva. Szép volt így haldokolva is. Egy a földtől búcsúzó angyal, Vajon hová siethet, hiszen az égből már lebukott egyszer? Lehet, hogy fel sem nyitja többé azokat a bűbájos szemeket, melyek olyan hamisan tudtak kacsintani, azokat az édes ajkakat, melyeket olyan gyönyör volt csókolni. Filcsik némán mozdulatlanul állott egy percig, mintha gondolkoznék. Azután szilárdan lépett az ágyhoz, és levette a haldoklóról azt a takarót, mely után az olyan nagyon vágyott. Meg lehet, úgy sem lesz rá szüksége többé. A haldokló angyal még csak meg sem mozdult. Filcsiknek még csak a keze sem reszketett. Még csak egy utolsó pillantást sem betett a szegény leányra. Némán szótlanul ment ki, mintha nem fájna neki semmi. Még arra sem fordult vissza, amikor a szolgabíró borzalommal sziszegett utána, hogy pogány. Ott kün nyakába kanyarította igazjussát annak dacára, hogy esteledett, hazaindult járatlan utakon. Nem akart most emberekkel találkozni, talán érezte, hogy ő nem az. Arcáról nem lehetett leolvasni semmit, úgy látszott nyugodt. Talán még némi megelégedés is van rajta, a bunda megkerülése miatt. Csak ugyan kő van ennek az embernek a szíve helyén. Egy cserjéhez érve a majornoki hegyszakadéknál, ott, ahol éjente, mint mondják, a géjiné lelkenyargal nyargal megriadt lovakon, megbotlott valamiben a gyalogúton. Egy koldus tarisznya volt, száraz kenyérdarabokkal megrakva. Jól imádkozhatott a gazdája, holnapra is maradt neki a mindennapi kenyérből. De Nini, hiszen ott fekszik a tulajdonosa is a fa alatt, egy rongyos koldusasszony ölében gyermekével. Melléjük tette a tarisznyát, és gyufát gyújtott, hogy jobban lássa, nincsenek neke meghalva. A mély lélegzet elárulta, hogy édes álomban szunnyad anya és gyermek. Öldöklő fáradtság altathatta el így, mert a csípős idő, hideg szél és a rongyos ruha nem alkalmasak az álomhoz. Csak az alhatik így, aki el van csigázva. Arcuk, különösen a gyereké, már most is Kék a hidegtől, sparányi tagjai reszketnek, mint a kocsonya. Filcsik előkereste a pipáját a dolmány zsebéből, megtömte, rágyújtott és leült a földre, az alvók mellé. Nézte, sokáig nézte őket. Jól láthatott, az ég tele volt csillagokkal. A csillagok őt nézték, és talán integettek is neki, biztatták. Egyre lejjebb hajolt az alvókhoz, homlokáról izzadság csurgott, feje lehanyatlott, a híres bunda lecsúszott válláról. Jó volt az így. Olyan melege van különben is. Aztán sohasem nyomta még így, sohasem volt még ilyen nehéz az a bunda. Amint lecsúszott, fölemelte, sírtelen végigterítette az alvókon. Azzal felugrott, s lassan gondolkodva megindult a gyalogúton. Egyszer megállt, megfordult. Hát, ha mégiscsak visszamenne érte. Nem, nem, mit szólna hozzá az a millió szem az égen. Most már sietni, majdnem futni kezdett hazafelé. Az éj csendes volt, de hideg, az öreg ember pedig bundanélkül, és mégsem fázott. Egy gondolat melegítette ott belül azon a helyen, hol szíve szokott lenni más embernek de ahova neki, ahelyett csak egy követett, a közvélemény szerint a gondviselés. Azóta nincs meg a bundája, de ő azért mindig csak úgy emlegeti, mintha megvolna. Fogad rá, henceg vele. Az emberek tudják már, s ha nem félnének a nagy szájától, csak nevetnének, de így mindössze nem törődnek vele. Isten ember elfordult tőle, mert istentelen rossz keresztény. Ha ma holnap meghal a Lésa alatt, holló varjú lesz megsiratója, a temető árka lesz pihenő ágya. Lésza meghal a lésza alatt, úgy hal meg, mint egy kivert kutya a kerítés alján.